Több elemből álló fejlesztést adtak át Pécsett a Pintérkertben. Az itt álló villaépület adott hont a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság központjának, amely kívülbelül megújult. Emellett egy új, fából épült, üvegmelvédes kilátó is létesült az arborétumban, mintegy 13 millió forint értékben. 2019-ben költségvetési forrásból, a magyar kormány 100%-os támogatásából kezdtük el a megújítását a Pintérkerti központunknak. Gyakorlatilag a padlástól a pincéig, a gépészettől az épületet körülvevő környezetig, mintegy 125 millió forintból. Az átadó ünnepségen a környezetügyért felelős államtitkár is részt vett. Rácz András kiemelte, hogy a 2021-es év a fejlesztésekről szólt a nemzeti parkokban. Az országban közel 30 beruházás zárult ebben az évben 8,7 milliárd forint értékben. Nem csak ez az év volt rekord, hanem az elmúlt évtized is, hiszen soha ennyi fejlesztés nem történt a Nemzeti Park igazgatóságoknál. Közel 200 projekt, 80 milliárd forint, és 320 ezer hektár az, ahol javítottuk egész konkrétan a természeti környezetünknek az állapotát. Az eseményen Őri László hangsúlyozta, hogy napjainkban különösen fontos, hogy a fiatal generációt sokkal tudatosabban kell nevelnünk. Egyre inkább tisztában vagyunk azzal is, hogy a természet szeretetét, a környezet megóvásának a fontosságát nem lehet iskolai keretek között a tanórán átadni, vagy nem lehet csupán a tanórán átadni a gyermekeknek. Ehhez kellenek az élmények, a természetben megélt közös élmények is. A természeti értékek védelme kapcsán Kővár János elmondta, hogy a közeljövőben örvendetes fejlesztések valósulnak meg a Mecsekben. A Vidám Park helyén, a Mandulás kemping helyén újabb, mondjuk úgy, hogy ökoturisztikailag fontos létesítményeket hoz létre. Egyébként ennek nyilván örülünk mindannyian, de az fontos, hogy ezt majd úgy tegye a város, és persze a megye is, és a kormány is, hogy mindezt a természet rendjébe illeszkedően végzi el ezt a beruházást. A most megvalósult beruházások egyszerre szolgálják a természetvédelmi fejlesztési, oktatás szemléletformálási és kezelési feladatok ellátását. A beruházás emellett hozzájárul Pécs rekreációs centrumának fejlesztéséhez, valamint segíti az épített környezet város és kultúrtörténeti szempontból fontos elemének megőrzését.